Köszönöm, imádom, ahogy mondja. Azt a kurva, milyen Picasso! Azt amúgy vágjátok, hogy amúgy van ilyesmilyen Notre Dame-i toronyon, csak azt meg úgy értik, hogy... Vajon, azt ugye értik, elfejtetem. Ha valakinek kell beállítás, akkor Patrick azt írja, hogy neki van, úgyhogy... Hunchback of the Notre Dame. YouTube megoldja. Na, YouTube. Jó lesz a Sim Racing setup, szerintem ez legalább stabil, mint a szar. Tényleg is van. F1 22, mi ez? Hú, ennek a csávónak úgy fekünknek a setupjai. Netherlands setup. Micsoda? Találtam egy csávót, akinek bármelyik setupja jó nekem. Nekem ez a limitless, gyerek. Az amúgy nem annyira jó. A stabilitás szempontjából. Gyorsnak gyors vagy, de az elég instabil. Elmondom nektek itt. Annyira azért nem. Itt az idő kéne amúgy megcsinálni jól. A versenyen... Ja, bazd meg, jó, éppen setupot nézek. A versenyen lehet előzni. Én ezen a versenyen előztem szerintem, vagy 36 izébe HVL-be annó. Mi nem lehet előzni az izén? A versenyen, ez valami új szabály. Most mondta, hogy nem lehet, de hát én itt Gessiel megelőztem, vagy 6-szor a mezőnyt. Nem az akkor ki, csak hogy itt az AI-t. Nem, hát fiad meg az asztalosokat, úgy bebasszak. Amúgy nálam csak a szokásos volt, hogy az egyenesben a DRS-re ugye jöttem föl Rosszira, utána megint besoroltam, jött az első jobbos, utána balos, ott már megindult az autó, azt még megfogtam, de hát a dobókocka ugye pont 6-os dobott, és a következő kanyarban a semmin megint megpördültem. Én nem értem ezt a játékot, érted? Nem értem, de mert tényleg olyan stabilan mentem, hogy ez nem igaz, és a semmiből egyszer csak elkezd mozogni az autó. Ez hülyeség. Lehet, hogy nem 21-es játékban kéne setupot. Hogy bejött a póló? Egyből ott van. Bucit amúgy már elmövő. Ez belga. Majdnem belga setupban jöttem, gyerekek. Végre piros színű az izé is. Safety car is. Nagy lett volna belga setupban. Nem mered. 0-0. Ja nem, valami 5. De végre, ezt a futamat tényleg ez nem bírás jöttem amúgy. Ez vicces lesz biztos. Most már így izé van, pont. Figyelj, showdown vagyunk. Majd most nem lesz úgy csak. Ne, hagyja békén. Úgy, hogy kinézzel showdown, és nem baszódok abban a pillanatban. Ezt a pályát én kormányosan nagyon szeretem amúgy. Az a baj, én mentem kormányán a tiekék ellen, és megbasztak a tiekék. Tehát szerintem erre számítsatok körülbelül. Én ezt akkor szeretem azt a pályát, mikor... Erre hogy a tiekék is megvernek. Mikor volt ilyen 2-3 órám naponta gyakorolni, akkor jobban lehet gyakorolni minden egyes kanyar. Ki jön aztán? Szél egyenes. Én jövök most így az első kanyar, én mentem el. Jó, majd akarok elengedni, csak nem tudom, hol lehet. Ha nem engedtelek, elköszönöm szépen. Elengedlek már, mint azért. Ha izét olvastátok, hogy jövőre két futamon, vagy kettő futamon az lesz, hogy Q1-ben medium, nem, Q1-ben hard, Q2-ben medium, Q3-ban soft. Mi ez? Jó kérdés. Elvileg azért, hogy a kis csapatok meg, akiknek jobban működnek azok a gumik, azok is tovább tudjanak könnyebben jutni. Nem működnek igaz se, tehát az úgy nem jó, hát akkor úgy kéne, hogy... Az a baj, nem a leggyorsabb futják meg, tehát az... Ez nem úgy kéne, ha annak... Tehát megpróbálják két futamon, ha működik, akkor gondolom többen, ha meg nem, akkor hagyják a faszba. Nem... Bár a sprint is bemaradt, szóval... Hát ezt úgy kéne, hogy igazából a házoknak az értéknek felhelyek a médium, a Mercedes-eknek a házok, meg ilyesmi, akkor így... Na... Igen, az úgy lenne jó. Ennek amúgy izé így... Így van értelme, úgy nem ahogy akarják, hát ez mi értelme van? Hát akkor... Semmi, ugyanaz mered. Jó, de hogy döntöd le, hogy kinek adod meg kinek nem? Hát most pályánként is változhatnak az erőviszonyok. Hát annyit nem változik. Annyit nem fog most jövőre, hidd, de ugyanaz lesz az autó, csak annyi hát, hogy némelyik közé csapatnak más szűn lesz. Amúgy kurvaik jókra jönnek érre, hagyjanak meg? Hát rájöttem. Mindig faszki van. Igazából figyelj, be van amúgy kiöltve, szóval hogy nem lehet hozzányvenni a D-hez, ugye csak a kasztit lehet fejleszteni, illetve az előtt egyébként sem más. Valahogy más,
motoron kívül mindent fejleszthetsz igazából. Na, szóval igazából az autó ugyanúgy néz ki majd. Igazából azt mondták, hogy egészen nem is tudom, 2020-on... Amikor jön be az Audi? Akkor jön be az Audi? 6. Hát az mind nagyon sok idő. Igen, szóval 2026. Hallottuk. Hát de utána is kérdezte, hogy mikor jön be az Audi. Biztos, hogy jó az anet? Nem vagy lemaradva? Ajt, vigyázzatok meg, keresztbe áll mindjárt az aim. Komolyan mondom, hogy bal. De Jimmy, mikor jön be az Audi? 26. Igen. Amúgy a legjobb a pályában. Vagy az a legjobb. Az Audi. A legegyszerűbb diszkvalifikáltatni magadat azért, mert elengeded az ajt. Jimmy! Vagy az amúgy a leggyorsabb. Az nem olyan vagyok. Akkor ki? Az az AI. A cél egyenesbe az íven? Aha. Kérdés, mert diszkvalifikáltak, és ő úgy döntött, hogy akkor az íven meg. Isten faszat. Kérdés, hogy vagyunk csak 18-an? Majdnem beledúrattam. Mi? És még kaptál majd egy right helyt is. A fiam már félkül, hiányzik két ember, de most ez hogy... Hát én nem adta hozzá az aikat, adnál, aki kilépett. Bajusznál a kúrva. Azt jelzik például Bajusznak. Meg egy alfa. Akkor. Mindegy. Meg egy alfa Tauri, nem? Nem. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Könnyebb lesz akkor őket. De hogy hátra szereztek pontot. Na, de mi? Jó van, na, Korki. Minden... Na, Korikádas fasságod miatt még alatt ott szerettem jó. Mi? Mi? A más felett. Jó, hát azt lesz három, azt már nem is nézünk. Hajrá, Tilk. Valamit újítsál, mert... Nem, ez nem nekem való. Őszinte leszek. Ne szerezd meg amúgy Tilk a polt, hanem inkább induljál egy ilyen 5-6-dik helyen, azt legalább akkor nyerni fogsz. Ennyi. Tudod, a fordított technológia az mindig bevált. Dajk! Menj már innen! Lesz, hogy a szar billentyűzette, meg mit tudom én. Dik. 2 másodpercet vehetetek rám. Dik. Hát ezek mit mennek egy. Mennyit kaptam a Dajktól? Még kaptam 2 másodpercet. Na sokat nem. He, a Rosszitól egyik. Az a baj, én viszont 10 kiló benzinnel jöttem ki. Tehát ez még nem annyira jó. Jó életem volt, mert annyit hagytam. Ilyen kaptam, hogy én is tudnék menni, csak hát diszvalifikáltuk. Aha. Azt láttam, miattad volt a 1-esbe az autó, igen, és ki kell kerülnöm. Meg köcsög volt a játék, hát most elengedem. Amúgy örülök, hogy azért értek el tökört, mert legalább nem futjátok meg, te. De akkor ki most jön a gólot szerintem. Mosuk, hogy büntető. Ah, és egy lövi? Köcsög fej. Szerint, nem tudom, hogy lecserélték-e, mert nem láttam a büntető pontot. Ah, nem már. Ez van, bazd meg, egyszer akok még szet a tutira, azt egy fő, na mindegy, megyek is egy kérdés. Hát tudni, amúgy megyárnak a portugálok, szerintem egy 2-0-ra. Hát azt kit érdekel. Hány körös lesz az a... gyász? Miért nem engedi az M4 Sport, hogy élőben nézem ezt a push? Mert egy szar, főleg telefonon. Az M4 Sport volt elég szar, azért. De eddig még 1080p-be se lehetett, szerencsére VB-re megoldották. Na, csak sérülben nincsen oldal, mert nem működik általában a nagy meccsekem. A spanyol-németen például nekem nem működött. Nem működött. Mobilnetről, aztán 3 percenként lefagyott. Nekem azt csinálja, hogy bedobja a 2 másodperces katart, ugye? A Fernandesre is lehet ilyeneket rakni, mert ő is szokta mostanában lőni a büntetőket. Aztán ki is hagyja őket sokszor, de... Na, most belőtte. Hogy 2 szeket bedobja a katarizét, megy a meccs, és utána megint bedobja a 2 szeket, és lehet. Jaj, ezt a... világban egy trófeát, mikor van az a ízé a legelején. Egyszer bedobja, mint kezdés, aztán véges, véget. Melőtték. Ja, Bruno Fernandes. Mekkora buzi. És Ronaldo megörül a kispadon. Hát vasalják egy kis kecsen. Jó, hogy ez volt kis benzin. A 4 körnek anyád. Ilyen sok a benzin, azt hittem, hogy 10 kilót akkor. De nem lehet az volt. Még még én is kapok egy szegetet oszítva, de adjuk. Az Android menőjétől még jól kapok a szeget. Az nekem az a csúnya, hogy ebben nincs több. Az komolyan hát, mondom. Nekem se volt nagyon több, mert az elég jó körül. Figyelj, kinek milyen beállítása van?
Mondjuk már mindegy, mert már van baszva. Nem már feladtam mivel. Ez stabil szedet. Nekem nagyon csúszik valamiért megint. Mint hogyha nem fogna a kormány. Mindig nagyon szarva, ez most már elbasztam. Én azt hittem jó lesz. Hát nem is megyek ki, mert felesleges. Ebben nincsen két. Egy tizednél sincs több. Én még azért már próbálok rosszik könnyek kéne menni. Hát az Android mandagétre tudjuk verni. Aztán ez úgy beszél, az Android mandagét. Menjük. Nem tették ez van? 25. Így fogom beírni a céles tabadlába is csak mondom. Igazából... ott 4-et kapok, ott egy felet, ott egy 3-at. Egy töltőkörről nem lehet visszatölteni, még 70%-os. Második vagyok. Az mi a fasz? Az hogy csináltam? Jó van már, bundás, kenyér. Az hogy csináltam, geci? Geci? Na mi van belga nagy dívban? Nekem ez most nagyon nem. Nekem most jól megy. Hú, de jó, így van nagyon légy, így nagy. Á, szal lesz itt Rosszival elindulni ezerség kanyarban. Csak sikerül. Hallod, a kanyarokban miért nem tölti az RS-t amúgy? Nem tudom, én se értem. 25%-ig kezdem a töltőkört, és ilyen 45-ig ment fel. Fiek, ezt láttad? Micsodát? Hát a szép pörgésemet rázatjön. Dehogy, és kint vagy a pályán. Ah, azt hittem, nem mész kört. Mi? 38%-kal menjek kört, vagy mit? Fiek, gyors kör? Még egy kört megpróbálok azért. Fiek, gyors kör? Igen, azt mondta. Valami olyasmit szeretnék, igen. Csak azon vagy-e? Tehát az az a kérdés. Ja nem, nem. Hát nem akkor ennyi. Úgy kérdez. Hát gondolom, hogy gyors köbben leesik, mit mondasz. Én is azt hittem, hogy következő kör egy gyors köbben lesz, azt kérdezed. Jó, már ezért ez amúgy is mondjuk, nem oda. Beszélj, meg tanuljál magyar. Nem mondok semmit. Amúgy beszédhívásokkal, hogy beszéljek jobban magyar. És azt mondja, jó? Csak én nagyon. Én tudom magyar, de úgy nagyon. Hoppá. Na, eddig azt a első sor. Na, hát ennek így kéne lennie. Urmanyára lesz ez. Na, mennyivel ment jobbat? Most bezzeg örülsz a másik asztalosan. Ja, nem mondtam semmit. Amúgy ez nem cheat véletlenül asztalok vezetnek, amúgy így. Az lesz szerintem is. Csak annyi van, hogy Dajka, hogy hát... egy tizedre... egy tizedre van tőlem csak, úgyhogy... ámint, hogy annyi van először meg, úgyhogy... az benne van, nyugi. Úgyhogy ezt még meg tudod venni. Hát, tiek is meg tud szerintem még, úgyhogy várjatok még, ez még nem lesz. Ahogy izé mondta, ha... hatházi. Várjatok gyerekek? Itt nőtt közé probléma, hogy már 3-10-es nyelvét. Tü-tü-tü-rő. Még mennek, barugják a harmadikat is portugálok. Csak az a baj, hogy... the report was good, we're looking at a dry session. Hát igen. Jök lesz a második. Nem baj, srácok, van még egy lányom, azt még elbasz. Bruno Fernandes majdnem rúgott egy Mester 3-ast. Kapus meg szerencsé volt. Miért nem Bruno Fernandes kap TP-sz? 3-15. Mivel többet is fizetett volna akkor. Az a baj, hogy ennyi az erre szól, hogy több nem. Az a baj, hogy van még egy szettem, de nem merem el használni. Én igen. Ám csak az a baj, nem tudod, hogy mikor jössz ki, vagy hogy... jó, hát 6%-os... kapufa, geci! Hát nekem is 6%-os a kopot, csak... Bruno Fernandes nagyon ráment a izére, Mester 3-asra. Kezdődik. Na jó van, na akkor még nézzük meg ezen a gumi. Oké, when you're ready, let's go. Megfejébb összetörm a leutat, kész. És fenn a fényes nap, a kertek alatt, nem tudom, hogy van az övég. Kertek alatt a ludaink megfagynak. Nem azt mondtad, hogy nincs benne egy tized sem, bazd meg.
Nincs ez benne, miért? Azt hova tűntél akkor előlem? Itt vagyok előtted. A második helyen. Hát na rossz ez a szemed? Az... Rossz a szemed? Úgy dioptriás kéne. Amúgy nem tudom, hogy hol találtam benne ennyit. Mindjárt megnézem. Mondom, akkor egy tizedre van, akkor téged csak megasztak. 3/10 javítás és sehol sem. Nem tudom, szerintem ez a beállítás, ez nem jó. Mert elpörök, ha túltolom, elpörök. Ja, szörgőj. Elféltek rosszul valamúgy, megint nem eszünk haladni, hogy még vagyok. Nem baj, a futamon úgyis lesz valami balhé. Na, remélem. Nem. Itt amúgy én mindig kiesek, úgyhogy remélem, hogy most remélem leszek a Soros. Soros Győr? A Gyuri? A Gyuri bácsi? Egyéb párhuzamos öcsém. Klárikám. Mint egy igazi fidöszös, párhuzamoson. Jó, már hol a busz minden körben? Erjön volna. Basztam mindeni. Túl egy csavarva egy kicsit. Nem tudjátok az igazi taktikát, de én most spóroltam 2 lányt. Jó, ennyi. Van egyiket se tudja felhasználni, mert kiesik egy kör alatt. Kézen fogva veled. De az igazi taktikus. Amúgy, ha itt egyet megsporolsz, akkor tényleg izé megmarad a futamra, különben nem kapsz frisset. Igen. Én az előzőn is megmagytam egyet, aztán végül is. Még az egyetlen egy, amit elhasználtam, még az is a kivezetőnek az utolsó kanyarába dobtam. Szóval még abban is van egy csomó. Laci, nem menj már üresbe, mert idegesítem. Tudok menni még egy felvezetőt, szerintem? Persze. Mi simán. 5-5 is. Miért? Mennyibe ez ide jött neki, hogy ennyire égetett? A minimummal, de ilyen 1,2-vel akarok végig menni. De most ez nem számít annyira. De számít. Szerintem se számít amúgy, nem sokat. A plusz 2 körrel végzel, hogyha ez rendesen nyomod. Faszom, hogy fegó pályám. Ez is szar. Szerintem is. Nem. Csak kormánnyal jó. De így azzal se, ez brutál szar a pályám. Nem tudom, nekem se tetszik annyira. Féltek élőben nem értem, hogy nem előttek semennyit, vagy talán 2. Hát szerinted mit fogunk? Amikor amikor DRS-sel izét nem bírtam egyszerűen megelőzni. Hát az egyenes válasz a spába. Ugyanúgy veszem be a kanyar, mint előtte, és kicsúszik, igen. Mindegy, jó az a negyedik hely. Ha akkor nem sőt, lehet. Keményebbre kéne venni, most abban gondolkozok. Jobban fog futni, szóval nézd, jó, nézd a izért, még Laci is mehet jobbat, szóval a legrosszabb esetben 6. vagy. Olyan nem számítok, mert nem fog megtörténni. Szerintem nem leszek jobb időt, de biztos nem. Nagyon nem adta most az a pálya. Hát, amúgy nekem sem volt kívesebb én időm, tehát hogy... Ennél jobb is ment volna az egyik, tehát 3 szekkel, hát nem 3 szekkel, 3/10-del jobb lett volna, tehát a tieknél ott lennék, csak nem bírom meg kiautózni. Őszintén szerintem jó, hogy levettük az egyik, mert különben nem biztos, hogy még őt is meg tudnánk előzni. Á, nem. Ahit nem bírom. Szerintem a 80-as itt már nem bírnak megelőzni. Hát ez a játék, nem milyen játék? Ez a pálya, ez brutál szar, tehát amúgy játék. Nekem se tetszik. A 20-asban még jó volt, 21-ben borzban, itt egy kicsit jobb lesz, de... Menjünk vissza a 21-re, mert ott, vagy a 20-ra, ott még nekem működik a kormány. De karádi. Pedig javítottam volna egy 10-et, igen. Igen, jó lett volna. Ugyanaz, mint Belgában. Nem, de a 3. ez nem rossz. Hát az oké, csak szerintem megint az lesz, mint Belgában. Már a 3-at fájtok ki a végét. Hát természetesen nem is nagyon javítok. Ú, Laci, ezt a kanyar nagyon nem adta neked. De most nem úgy, jó, de most nem úgy valamilyen szinten most már úgy kezdesz szállni, csak még azért még jókor kezdik ki. Nem kanyarodik ennél tovább, Getsz, miért nem? Nézzem is, hogy miért nem kanyarodik, amúgy simán benned kellene a kanyarokat. De még így is jobb vagy egy csomóval. Még Korki van gyors körön, már ha ez meg az. Meg Laci. Igen, ne gyerünk. Bár mondjuk gyors felnek tűnik. Korkinek sárga ez is. Az is. Na, de van neki lilája. Az túl sok kevítés, ezt én nem szeretném. Szerintem... Túl sok kevítés. Na, ez mi lesz a vége? Szép, Laci. 9. Szinyörű. Kállott az a bűzöm anyag. Nem akarom, hogy javítom a ködözik azt. Na, hova jön? Szerintem ez jó lesz. Megelőz.
Megerőz engem. Boom! Ó, oh, harmadik! Á, egy százat fiat! Kiomtom a Na jó, szép volt Patrik, gratul a pole pozícióhoz, meg mire kívánsak. És ott vagyok az első 6-9 helyen. Ugyanaz. Három ez... Három ez vettel a felstartam mögött. Amúgy Latint, 9 hely, nem erős. Ugyanaz, mint Belgában tegyelére, ugyanaz. Hozzá kell, még szoktam. Nagyon nagy tempónk van, az látszódik. Kinek? Az a baj, még itt is látom, hogy szedik eljött le forra amúgy. Kinek? Hármunk, vagy így? Négyünk. Négy tized körülség. Megoldom. Hát most őszintén, hogyha nincsen annyi biztonsági autó, akkor szerintem már Spába is mindenki pontot szerzett volna, csak ez a biztonsági autó megvédték. Már végig oda-vissza kuppolások lennének. Hát konkrétan, ugye amikor mi elhúztunk az elején, nekem a közepes nagyon ment, és ilyen másodperceket hoztunk kb. Egy kör alatt, és utána meg ugye mindig visszaállt. Én szerintem ez nem biztos, hogy a legjobb ilyenkor, aki előhalad. Sőt, a legrosszabb kiesik a ritmusból. Kár érte. De hát ha nincs biztonsági autó, akkor meg... Én előre félek, hogy hozzak egy safety guard-t, azon futom, mert az, ami brutál szó. Meg attól félek, hogy ki fogok esni a picsába. Hát ugyanak, az a probléma, hogy én nem könyörödök pontosan. Nekem egy pontos nem könyörödás, és shoulder night. Tehát itt én már bukótér. Nem állok sok reménnyel hozzá ehhez a futamhoz. Én inkább azt javaslom, hogy keményet ne rakjatok föl, mert a kemény a hátsó egyenesben nem fordul el, az kipörög. Igen. Az a 20-ba is így volt, a 21-be is így volt, és szerintem itt is így van. Mondjuk én ezzel a pályán még nem mentem. Én mentem már karrierben, de ott meg... Fút egyszerűen nem tudom, hogy ez a fogja. Mondjuk az őszinte belegondolva, hogy ugye te billentyűzettel izén mész, bekapcsolva, és igazából én meg közepesen nem tudok gyorsabb lenni, nem is értem, minek erőltetem. Jó, én meg vagyok. Simán. Ne rak fúra, ne rak fúra. Hát de így is úgy is szar. De nem, mert fulla nem bírsz kigyorsítani. Semmilyen szinten, az a jó, úgy... Hát stabilabb vagy akkor is, mint én. De az AI-nál nem tudsz jobb kigyorsítást csinálni, akármilyen, akárhogy. Jó, de viszont a rajtnál saját vesztesz egyébként, hogy a büdös életben hozod. A rajtnál, az bármit csinálhatsz, nem fogunk. Mivel induljunk akkor a lágyja? Meg lehet baszni a rajtnál. Hát én nem tudom. Nekem ez a sok kipörgés, ez már kegyetlen. Úgy mehetünk, ha úgy van. Én is meg vagyok. Valaki? Én is meg vagyok. Laci? Mehet. Ádi? Nem vagyok meg, de mehet. Ez a beszéd. még meg lehet. Attól függ. Látjuk a pole pozíció. Patrik, neked is jó? Mehetünk? Patrik, hogy jó vagy gyorszat. Irányomhatok? Nyomjad. Nem. Akkor nyomok én. Jó. Akkor 30 szek, srácok. A 30 sok. Lágyunk még, igen. Én is tésztem, hogy az első kettő lágyról plusz megint first up. Megint taktikázunk, kutya fogunk. Nem kopott srácok a izé a lágy. És én biztos, hát, de nem bírja ki egy kiállásra. De, ez a pálya igen. Akkor médium lágy? Aha. Én úgy fogok menni. Szerintem simán. Médium lágyja. Figyelj, ha fölrakom a keményet, én kipörgök a hátsó kanyarba. De nincs értelme. Tehát, én úgy állítottam be. Hopp. Mármint izé, úgy mint én, medium lány. Ah, inkább nem is mondok semmit, az a biztos. Még meg fog halni rajta, most látom. Próbál féket nyomni, én előre szólok te. Egyszerre úgy, mint az előbb, jó? Jó, bocs, az a baj, hogy utolsó pillanatban húztam be. És a kanyarodásánk volt, de a fék már nem. Tehát én nyomtam a féket, csak később. És éreztem bele fogok menni, inkább akkor van, úgy voltam, amikor átgurulok előttük. Nem volt szándékos, csak néha megesik. Meg mondjuk, hát ha érzékelne három gombnál többet az a szutyuk, akkor mondjuk tudnak többet is csinálni. Bocsi, mi lennem? Amúgy értem, hogy zöld az asztal, Martin, de nem főnyíró. Bocs, átadom az AI-nak valami kutam a váltószülemen. Piros a traktor. Tényleg, akkor kijön. Nem, fűnyél, nem traktor, te. Hát de miért vagy a traktor. Na, előbb mondtam. A fűnyíró traktor. Ne rakd be mellém a kanyarba, mert hogyha visszarak, akkor nagyon morcos leszek. Én is morcos medve szoktam lenni. Ez olyan bajszos volt. Én is ilyen kis morcik, hogy amúgy tudom, de mi kell megjelen a hatodik helyen, mert bot tesz. Tehát komolyan mondom, hogy ilyetnek a csapatás, ez cheater érti. Tehát az mindig itt van. Nagyon helyes. Mert ez nem liga, hogy az alapján csinálja, a pontok alapján. Ez random, mindig az első helyen van kb. Igen.
Ez ugyanaz, mint amikor mindig volt, hogy Räikkönen volt a bajnok az előző játékban, mert hogy valami minden... Most az a baj, hogy Räikkönen helyett most egy Bottasunk van. Igen. A kódok meghagyták, csak átírtak a nevet fel. Ja. Fin. A profilképet változtatták meg a nevet. Igen. Meg az autón a számot. Meg a sisakot, de egyébként ezek kívül... Bottas csak egy másik accountot csinál. The Flying Fin. Nem, ez Räikkönen a kis akkont egyébként. Hú, ennyi a külsői, fál Istenem. Finn ráadásul, tehát benne a pakliban. Tilt, jót rajtoljál, mert ha nem, akkor... Na most akkor baj lesz. Nem kéne a DSQ beállást csinálnom. Elbasztam 3 méterre hátrébb, geci. Amúgy tényleg egy keréknyi várok hátrébb. Most nagyon sokkal amúgy. 0-4! Akkor itt hogy álltál? Nem tudom. Tehát így... Hát úgyhogy... Az a jazz csak lilát tudom úgy állni. Igen. Sok szerencsés, srácok. Hajra. Jó futamot. Akkor ez úgy beállt, hogy így kicsit oldalasan. Mire? Látom. Ne. Jó. Megfogtam. Hello. Ja. Nehogy lök ki, messze álljon meg. Mellettem. Ó, bazd meg. Íííí, az nagyon nagy baj lesz. Túléltem valahogy. Jaj, Jimmy, ödik rám baszta. Ödik az aik egymást. Ugye nekem baszta a Jimmy a Russell-t. Ne tedd be! Felsztöppem! Haló! Az nem az a kanyarba be kell tenni. Meg amúgy se tedd be, tehát... Minden kanyarba be kell tenni. Nem kell minden kanyarba tenni. If you no longer go for a gap that exists. Itt you a... no longer tudom, a racing tudom, driver. Megfaltad. És ott a többen meghaltak. Hát, na már kezdődik. De mi történt? Mert hogy ott nem kell semmit. A legjobb. Ricardot megölte valaki. Én Zoldát elraktam ki, de azért dolog. Rosszi, ne jöltem fényezzé, vagy mit csináltam hozzá, akkor hát ugrottál oldalra. Az meg amúgy persze benne eltakarodni, hogy picsámba egyébként, mert úgy Deltban. A VFC, tehát az R2. De ez nem akar elmenni seggemből. Nem már innen. Figyelj, mert távolságot nem kell. Ha hát, úgy érzelmezhetek, az úgy érzékszik rá, mint egy heggesztést tanulom, vagy nem tudom. Tudom. Ha meglök felszabad, hogy megy más egyenből áll, megölök te gyerek. Ki beteszi már néha, az hülye? Te só VSC van, tudod? Tehát, hogy ismerd azt a dolgot, hogy VSC? Nem hiszek át engedni a Ricardot is már izé. Gondolta egyet, azt sárga zászló vala. Látom, hogy párnak kiállt, kicsit meghaltottam ezen a hátul, de ez, az a baj, ez ilyen pálya. Tehát, ha te hibázik, akkor hibázik. Hát, meg Jimmy Rambo. Tud is hibázni. Meg a, izé, ferde kanyarba, ferde visszafordítom, hogy Jimmy Rambo azt a Russell-t. Hát, mert előtte meg lefékeztek. Hát, zavarta a Russell most, baj. Úgy kirakta a Russell-t, mint én, mint engem a Russell. Jó volt. De végre most nem volt teljes safety car, Gecsi, nem kapszott ki. Na most jó volt. Igen. Ez nem de mások is egy kis tomos, jó volt. Na most jön a vonatozásnak a vonatozás. A felszöpem mi a Gecsi csinál mögöttem így ekkora tempóval? Tudom, hogy lágyom van, de rohadjunk meg. Itt kell majd a 5. helyen, nagyon tökéletes az 5. hely. Ennél jobb sor. Persze, ha használom az RS-t, akkor mi mindenkinek úgy tudok menni. Haló! A persze, mert kicsit cheater, mert úgy érzem. De hogy tudnak mögött egy gyorsabb kört menni? Úgyhogy most volt VST. Úgyhogy VST. VST is ugye több kilométer, több pályaszakasz ment, ha gyorsabban. Minden hátrébről kezdve meg a kört, annál jobb. Igen. Jó, viszont. Olyan, mint amikor SC végén az utolsónak van a leggyorsabb köre. Általában. Úgy lett Mazepinnek is egy leggyorsabb köre. Amit el is adtak. Nem érvényes. Dehogy nem. Nekünk amúgy érvényes. Én lelkemben érvényes, igen. Igen. Bocsánat, én lehet a pályáról, csak a festzeben is talán tehát hogy... The streets will remember it. Most így nyomni kell, mint az állak, hogy nem basszolunk a festzeben által. Megint nem kanyarodik Getsz ez a szar autó. Tényleg az is jól tart a tempót, engem meg olyan, jobban a béres folyamat. 700 foknál azt mondaná, hogy nem. Hát ne legyenek 200 fokosak a gumik.
De nem, 200 fokos kanyar, kormány kekerésre. Ja. Itt NASCAR az undad meg ezzel a fejete kanyarleget. Amúgy zundadít a billentyűzet, ezt nem akar tudni ilyen. Ilyen pipipipipipipipi. Aha. Kontrollerre se a legjobb. A kontrollerre még lehet úgy fordítani ezt. A picit jobb, de még ott se a leg. Hidd el, az a kontroller azért még hozzák jobb. Hú, de érzem, hogy itt fejterül egy bum-bum lesz. Mi van, Jimmy? Ez az. Hú, de jól csináltam, hogy ezt így bejátszottam. Kurvára. A DRS-test. Fanc meg. Ja, szügyes volt. Kurvára nem tapadok. Tudtam én, hogy nem megyünk el egy kört anélkül, hogy izé, úgyhogy sietni kell. Én is tudtam. Ádi, bazd meg, ha nyomved neki. Hát szerintem most a balon. Bazd meg, hoztam két kör pluszt. Minek? Én minuszba jöttem, de már majdnem plusz félbe vagyok. Én két kör plusz hoztam, ezt soha nem szoktam csinálni. Hagyja fogyatékség. Amúgy figyelj már, nem megy a live-ot, nem néznéd meg? Csak hogy amúgy biztos, hogy jó legyen, tudod? Nézzel meg, hogy jól rá. Megy a live-ot. Halk is vagy amúgy a nem menő streambe. Meg hangos. Halk vagy. Előfordul ez ilyen. Meg mintha, hogyha a harmadik helyen lennél, szerintem a játékot is újra kéne raktad. Rossz a mikrofon is. Igazatok van. Ugye? Egy jó, hogy itt vagyunk. Nem? Bizony. Jó, mire menni nélkül? Neked kéne nekünk lépni. Minek keresek ilyen barátaid, gondolom? Basz meg! Akkor segítünk neked, ha itt. Köszönöm szépen kedvességetek. Elvizit, látod? Figyelj! Számlát ne adjunk. Jaj, de trükkös! Jaj, de szíves! De senki nem veszi be ötödik el, vagy nyugodj. Amúgy is szebben kell csinálni. Én Oli majd megszapadtam így egyébként a backname-be. Előző játékban. Szegény Oli jött utánam. Utolsó pillanatban kirángattam, hát neki fékezős kirángatás volt az. Persze, mert minden nem tetszik mögöttem amúgy. Szerintem valószínűleg Ádiánk is fog, mert átmegy rajtam, akkor Ádi fogja baszogatni. Kurva jó lesz. Kevin Magnussen ki. Jó, mentek a ház. Magnussen! De szegény ház azért lesz utolsó konstruktőrben, hogy folyton kiesik, vagy a Mick Schumacher, vagy a Magnussen. Vagy te. Mick Schumacher már kitettek a teamből, tehát ő már nem játszik, tehát... Ezt úr egyszerre mondtuk, hogy vagy te. Most nekik... Halló, én előbbi szerszem egy pontot, jó? Megvan menti a szezon. Akkor okival. Házra fizetett Aston Martin egy kisebb összegetően két pontjádon. Úgyhogy Magnussen mellett elhaladva megkaptam az üzenetet, hogy Magnussen túl lassú és előzzem meg. Élőben amúgy az Aston Martin négyet verte meg, a négy csapatot, az a Williams-et meg, meg a ház, mennyi, vagy Lafát nem sikerült, ugye? Lafát, azt szerintem pont sikerült Fettel egy pontjával, nem? Tudom, nem tudom, na. Szikrátik a padlóba, vesz, halló? De most figyelj meg, jövőre nem lesznek jó. Azért már tőle Fernando ott van, attól most nem lesz. Az azt mondta, neki tetszik az autó. Pont akkor lesznek szarok, amikor hát jó, tetszik az autó, csak nem megy jól, tehát... Ugyanaz lesz, mint a McLarennál szerintem. Szép színe van, Axonnak, csak hát ő... Figyelj, majd megint onnan is elmegy, és azonnal izé futánnyújtos autó lesz az azt. Szép szín, a szebb, mint az Alpinnak a kék műzé rózsaszín, tehát... Ez az a legjobb annál csak szemben, benne, de hiányzik. A jó kis részén, hogy nagyon hiányzik, ezzel nagyon mennék amúgy. Júj, bocsidás! Egy buzis autó. Nem baj. Megint vagy. De itt láttam, hogy önöttan nyílt. Á, én küzdök mögött a hegyet, tehát ebben a könyörben nagyon jól mennék, tehát ez... Jimmy, te hány szóval észre ki a boxba? Hány szó szeretnék. Örülök, 60-nal mentem be a 60-as táblánál, és megbüntetett. Ez Jimmy, mi lesz értik el? Van már jobb séd, more? Nincs. Nekem sincs. Nem csodálom. Nekem jogosítva nekem... Azért mentem be, hogy letöltsem az ötszeket, erre kaptam egy újabb ötszeket. Ha már jogosítva nekem, van olyan szeretésem, amúgy, aki 7 számjegyűt majdnem elkötött a jogsért. Az is egy jó dolog. 7 számjegyű. Húgom is ilyen, 9 millió. Ez a milliós. Igen. Ez volt Jimmy. Nem mondok, hogy milliós, igen. Aki okosabb, az kijön, rájön, hogy 7 számjegyű, ez a millió. Jó, oké, csak nekem az volt meg, hogy a millió az 6-0. Jopá. Itt vannak a gondok, bazd meg. Amúgy, de nem, jogosan mond, csak nem azt mondtad, tehát, hogy jöhetne a szép cigár, basszon. Úgy sokat gondoltam. Nem, mert még Jimmy-t várunk 6 évig, de Jimmy-t még egyszer kimegyek a box. Drága faszom.
Ha, mindjárt kiállok a boxba én is. Nem baj, legalább kibírja az egy kiállás. Nem ez... biztos. Kúrva élet ki, hogy bírja. Hallod, 24%-on van. Még, jó, én billentyűzettel melyik az amiknél adó. A múlt kopi gumi, mint a muszáj volna. Ez csak az a baj, hogy a lágyas előny az elmegy. Hát, hát az nekünk nem baj. Az nekünk nem. Hát az ilyen. Neki nem baj, érted, nem torti nekünk az elmegy. Hát az már akkor elment, amikor bejött a szét, hogy nem tudtatok elhúzni. Nézd meg Rossi, neki tök jó, most már 40-nel megyünk be a boxba. Ja, neki mindegy, úgyis majd nyeri egy perc előnye. Azért mondom, hogy neki tök mindegy, mi mindegy. Még a hardy show lenne szerintem. A második helyért megküzdhetünk. Ja, azért megyünk, de hát azért nem mindegy. Húhe. Mi lett volna, hogyha nagy isten, de nem izéként bántásként mondom, de hogyha izé nem jött volna Rossi. Kész, milyen harcok válnak itt állom a győzelmi. Vagy négyen. Akkor izgalmas versenyek van. Spába harcoltunk egyébként, meg lett volna, csak annyira sűrűn volt a biztonsági autó, hogy nem tudtam megfelelően kielőzni. Én meg azért tudtam volna vele harcolni, mert jött a szép. Csak aztán jött a dajk, fehér villan. Na, sok siker, srácok. Hajrá. Hajrá. Lelassíts már vissza, te köcsög. Nem én, hanem a gép csinálta. Ezt undorítok. Korti, óvatosan, jó? Tudod, hogy miért? Mire képes ez a, ott az előtted lévő? Levegőt venni sem mertem, Gec. Azért mondom, hogy... Jól teszem. Akkor basznak. Amúgy csak kapok. Így basztatsz is. Nem nyakadtam, de érezt fogta, rájöttem még nincs. Hát, ilyen. Hogyha neked van, akkor lebukta. Jogi, mi nem használ a cheatert, de már akartam, de... Még. Még nem használom. A tilkem úgy... Igaz izé. Jimmy Johnson hasonlásban. Remélem, hogy az én észlet Neszkát, tudjátok, hogy kiről van szó. Fogalmam sincs. De miért az autóját is láttam élőben. Akkor jó. Akkor te vágod, kiről van szó. Nekem amúgy a nagy az én Neszkán legenda, az még azért mai napig amúgy Kyle Busch meg azért Hayward hát, de... Az a kéne játszani, csak az a baj, hogy annak meg hát a hivatalos játéka sem alkalmas játékra. Hát úgy, mint az F1-es. Úgy, mint az F1-es. Az a furcsa, hogy amikor ugye kormányzod, kormányal rosszabb erre játszani, mint 10 évvel kontrollerre, még jobb erre játszani, hogy kormány az a furcsa. Igen. Túl melegszik a kormány. Nem is megvan, de 10 percen van benne kb. Én elkezdtem is szabad, tudod hát, hogy bevinni át. Hát nem próbáltam 100%-osokat vinni, tudod csak ilyet menni azért féltávot, szóval hogy ilyen 100, meg ilyen 100 kör. Hát ebből amúgy két darab versenyt éltem szélben. Tavaly. A ritmust is nehéz megtartani amúgy.
hogy a hátsó villogó fénysor az azt jelenti, hogy nincsen erres, igaz? Hmm, igen. Igen, elméletileg. Akkor hogy nem tudok közeledni? Nem tudom, kérdezz meg a Korkit. Hát mögöttem van, szerintem miattam kérdezni. Ő mindig villog. Komolyan, vigyázz. Profi ebben. Vigyázz, keresztbálok az úton. Ivasz meg. Á, rámentem a rázókör, geci. Nem, á, geci, nem tudok kijönni. Jó. Negyedik vagyok. He, srácok, fennakadtam a kereken. A izén, rázókörbe nem tudok kerékolni. Reset to track. Let's go. 8. hely, és nem kell megjönni, ami. A negyedik lettem 13-ról. Szia, Laci. 17-ről lettem most 8. De jó, megint el van, baszva a versenyem. Kurva. Hát húztál ti egy kajzér, aztán az AI meg nem indult meg mi. Megállt mögötted. Én megcsúsztam a rázókövön, utána pedig ugye szembe forgalomban voltam, és inkább satúztam, hogy ne guruljak tovább. Valaki ki is tudott kerülni, aztán first up-en belém hát csúszott, nem, utána én, pedig... Én elmentem balra, mert ugyanis ték, hát ték ugye megköltött, csak annyiát, hogy még hát a rendőrök miatt ment hátra. Na hát én meg azt hittem, hogy pont nem oda fog menni, mindig. Hát felkeresztem a médiumot, mivel... Okay, slow down, your delta's negative. Hát, nem, nem bírja ki. Médium szerintem még nem fogja kibírni. Nem. Hát akkor viszont akkor lassabb. Let's go! 5. hely! Fújjuk le most. Mik a Jimmy? Fight Korki! De legalább csak egy ilyen izé ötszekesen lesz vagyok. Szavasz, öcsém. Szóval, hogy... piros vagy, mint az autó. Komolyan mondom, hogy adja ez a pálya valamennyire. Még hoztam is az anyja. Nekem rohadtul, de adja. Az anyja előtt végzek, akkor már... Innen hozom vissza még. Rosszi nem... Rosszból, de most kitorpedózol. Hát akkor mi Gótifi van mögöttünk, engedjük el, aztán védjük meg a seggét, hogy nyárja meg a verseny. Ennyi. Bálunk kettő, nem tudok megelőzni úgyse. Ő bajnokát tette felszakban, és mi is bajnokát teszik őt. Menj már innen el. Pedig amúgy... Vagy a kockázászót lengethetnék meg. Én amúgy éppen ki tudtál a kertet, éppen ki... Nem akarják korábban lengetni? Akkor nem mondom. Pedig amúgy ő azt mondja, hogy rajtként figyelni fogok. Igazából sietni amúgy, mert nem kell. Nem kell volna mi nekünk. Hanem meg ott egy Korki tilt, amit hogy te meg én is. Sietni amúgy nem kell volna. Meg össze vagyunk, akkor nem nevethetjük ők sem. Az. Én éppen ki tudtam kerülni tiéket meg az Ázit is. Én is jó egy kocsi között így. Hát én is megfartottam hatszor az Ázit, nyugi. Tehát nekem csak a belső évre. Bedobtam a belső évre, aztán reménykedtem, hogy abban nem húzza be elém. Én csak megláttam egy részt ott tilk és felsztappen között, és padlógázzal mentem el. Na... Ha most már Jimmy! Mikor fékeztél le az egyenes közepén? Rossz is összetölte. Kiléptet mind a kettő? Kiestek mind a ketten, de mi történt? Korki győzelem, hát... geci, nem áll. Ne csatúsz az egyenes közepén. A győzelem, azt várjuk meg, jó? Én megvédelek, Korki. Bocs, Rossi, de én itt benéztem. Én nem láttam hirtelen, hogy lecsapulok. Gyerek a Ferrari motort, ami megbízható, és megvédelek. Nem vagy Jimmy, ahogy megbeszélt. Köszönöm szépen. Majd utalom a vizé. Egy jó futamom lett volna. Halad Korki? Halom. Mennyit él neked ez a győzelem? Bármennyit. Asszony, családot, házat, mindenki. Egy fegymenedzser 22? Na azért minden, nem. És 35 eurót? 35 euró azért kemény. Az asszony, ha marabb ide adott, mint meg a házat, mint a 35 eurót. Aha. Akkor add ide a házak a papírjét. A ház az nem ér annyi. Amúgy őszintén sajnálatot. Mert jó lett volna így. Aci, most legalább mire basszuk el, ne dobálgass már be mellé, mert megbasszuk. Nem tudom, Ádi, mert igazából tényleg azt, hogy most megdobott ott a rázökkő, az egy dolog. De hogy utána ugye belém jött Verstappen, majd Leclerc telibikázott, aztán meg Ricardo is, ott széttört a kerék. Ezzel nem tudok mit csinálni, sajnos nem, benne van. Vagyok. Most ki van még bent? Te? Ádi? Hárman vagytok csak. Nem, négyen, bocsánat, Dajkal együtt. Akkor tiek, az kiesett. Jó.
Szabad. És amúgy... Laci! Nyugi! Ha nekem őszintén tényleg megkereslek, azt megverlek. Győr Egyetem tére, K0 kollégium, 705-ös szoba. Csak annyit elmondok nektek még, hogyha... De azt nem mondom meg, hogy melyik. Hogyha még ugye kettenesnek ki, akkor igazából akkor mindenki szerez pont. Hát csak akkor nem mi kettel legyünk azok. Akkor nem a falba dobjuk Korki. De ahogy Laci folytatja, biztos, hogy mi fogunk kiesni egyszer. Amennyire izgul. De... Ja, sem volt még ilyen jó helyen. Én bedobom. Nekem mindegy. Úgy Korkika megeddel a picsiából. Laci, bazd meg! Figyeld! Most be ezek nem megy a neted. Nem, mert most már páros finge, jó megy. Valaki vágja már el. Gyere Jimmy, vágd el, szólok a pádnak. Becsik vicc volt. Amúgy nem. Amúgy nem. Anyukádat azt akartam mondani. Na hajra. Bézok láti fiben a szegondában. A full house nem ezt. Laci, ne rakd mellém, Lici. Ekkora sütjön tektiket, ne rakd mellém, visszalátni egy pont a pár pillanatban indít. Hoppá, ez volt egy féktal. Meg volt az. Az a baj, nem merek annyira kigyorsítani még. Még te se hiszed el, hogy itt vagy. Tudod, az első sign test, törés teszt volt. Hát azt akarta, a break test ott volt. Nyugok mindjárt egy fettelt. Ebbe a kanyarba fékezni buzis, Laci. Hadd lógál. Jó, Jimmy. Majd akkor szólj, ha még a futamba vagy. Én itt vagyok. Megjavád el, mert te is figyelmész utána. De és csak hátra ki van ott? A gót. De csinál egyes. Amúgy nem vagytok sokkal gyorsabbak az AI-nál jelenleg, ez nem stabil. De amúgy az... És nem tudom, de én az AI-nál 2 másodpercre gyorsabb voltam körönként. És tényleg nézd meg a legjobb? Vagy én bőtök gyors, legalább én már kiálltam. Eszeorientás után vagyunk azért ilyen gyors. Meg ők friss gumikon vannak, nem? Lepifit már leadták. Hát én nem vagyok azon, meg te se szóval. Az AI-t kérdezem, te fasz. Ja, AI vagy. Aha, néha. Te látom. Ilyen fék távokkal, ja? Miért van sárga zászló? Ó, ne, daj kipörgött. Áááá, geci. Jöhettem a déres. Azzal se lehet nagyon itt közeledni. Kilépett valaki. Patrik. Nézd, jó, de legalább nem fogadhat úgy. Elnyomta valami összes RS-ét, akkor óki. Nem ért fuskázni. Fullon van, miről beszélsz? Aha, látom! Nézd csak villog. Nézd csak nem rekel. Azért villog, mert működik. Figyellek téged is, Ádi. Igyekszem mind a kéten, de elől is nagyon nagy. Hoppá! Latifi a... ágyásban. Az meg Latifi, hát ezért... Na minden. Nem baj, de... Elintézem neki, hogy ott legyen. Még 10 vagyunk? Nem, 12-en, de 20 kör van még. Látod kiért? Nem kell előzni, ott fény is olyan. Mennyi? Neki a bál, de hosszú még a verse. Tesa, én óvatosan megyek, hogy már felvett, mert már... Ez az. Én is óvatosan mentem, és mégis felébe trafáltam valakit, szóval...
bajusz azt üzenni, hogy tiszta napraforgó vagy, Korki. Csak akkor nem dobod el, amikor első helyen vagy, ez nem fair. Ilyenkor nem kell. Na nehogy már most itt így keleküljek, itt 20 kört, srácok. Na, szedjétek össze magatokat. Mehet a Monza? Jó, itt nem lenne rossz. Én adom. Mi van, Laci, nagyon várd ezt a DRS-t. Amúgy tök érdekes, most már szerintem nyugodtan elmondhatom, körülbelül 40%-a több DRS-a volt Lacinak mögött, tehát 7-10-nél, és nem tudott egyenesbe közeledni. Elképesztő, hogy mennyit nem ér. Lófasz nem ér, és úgyhogy ugye neked meg nem volt. Én nem értem ezt a játékot. Olyan, mint hogyha nem is számítana, hogy mi az azt ember, én vagy én is nem. Túl csavartam. Ezek szerint. Nem baj, egy futam mindenkinek jár. De tényleg vizé porzik az ERS tankom, azt nem közeledik. Tényleg nem. Jó, most már neki is jár. Nem, neki sokkal több van, az meg nem is értem. Akkor azért, mert ő meg nem használja. Ah, várjál, már izével megy, nem? Full TC-vel, nem azért? Nem. Mi vagy ERS-re se tud 300 fölé menni. Te meg simán erre s nélkül 300 fölött néz. Hát így esélytelen. Szép daj, hetedik, nagyon jó. Aik a boxban. Én meg negyedik vagyok, kecés. Azt a mindenit, tényleg. Megelőztem ezeket. Ában meg a többi. Na, most már mindenki volt kint boxba, úgyhogy innentől kezdve vigyázzatok. Mi csinál, Korki meg már ki is? Mindenki volt már. Korki is volt. Nem. Én nem voltam kint, hát tudom. Én nem voltak. Ja tényleg nem, ó ne. Második hely, Phil. Talán. Szép lesz, hajrá. Mi Laci is volt már? Igen. Amúza. Eskü volt kint. Mindenkinek egy stoppot ír legalább. Jimmy négyszer is volt. Sőt, Russell kétszer is. Mondjad, mit szeretnél tudni, mindent mondok. Leggyorsabb kör Rossinál, 1.14.6. De mivel ugye kiesek, ez nem számít. Ugye? Azt mondom, hogy... Nem telefonozok live közben, nyugi. Unatkozom csak. Rossz a setup, amit találtam. Túl melegednek az első gumiaim, mind a kettő, az a baj. 105 fokos bal elsővel megyek. Fölraktad a keményet, Korki. Ha. Vagy a kizé? Vagy a tiltom, hogy... Kami volt a setup? Írtam, hogy izé, rajtam is az van. És látod? Látod, nem törzött. Igen. És nem törzött ki. Na jó, lehet megváltozott a játék. Mondjuk én ezzel a pályán talán egyszer mentem menték. Nem tudom. Hopp, valaki az izé ágyásba. Hozzatok már egy safety car. Nem lesz. Haszlomán. Úgy szét van szakadva a mező konkrétan, hogy mindenki így külön pontokba a pályán. Nincs senki egymás mellett. Pedig amúgy érjebb ez a pálya nem erről volt így. Én rá szerintem nem lőzöm, mert csak hogy valamit csinál. Én biztosan lőzöm. Na most lesz egy előzés, Verstappen Albon. És nem bírja. Ide, összeérne. Lesz ehhez jó. De amúgy lehet az volt a baj, hogy ízve. Hogy túl közel mentem a Korki mögött, és azért melegedtek túl a gumiaim. Most már hűlnek lassan, nagyon lassan visszafele. Körönként egy fokkal. Az a baj, Laci, neked is ki kell majd állnod, mert ezzel nem fogod végigbírni.
Is that a challenge? Szerintem nem fogod. Én is meglepődnék, ha nem kéne kikelni. Sőt, talán még a izé is ki fog állni még egyszer, még a, az AI. 9 körös. Keményről nem viszont. 9 körösek neki. Hát, de már nem fog kijönni. Azt nem mondta, hogy 26 kört mennek. Kétes. Hú, Dark nagyon szenved, ott látom, mi történik. Ó, oh, egy McLarennek nincs szárnya. Mi történt? Tolt a Norris, az történt. Megtolt oldalról. Tehát ez csak úgy, hogy majd keresztbe álltam megint. Nagyon azt jó, légfelvétel van. Vigyázz, vigyázz, úgyis megy ki most, mert hagyjad. Hú, ez az a csak kurva jó. Majd csak az, hogy minden rajé rám jön, nem bírok menni ahol. Nincs tapadás, nem szarom amúgy. El tudok fordulni az utolsó kanyarból keményen is. Fordulok. Kajak. Aha. Hú, ez az lesz. Azért raktam fel a keményet. Ez az lesz elbaszta. Ez az olyan áll a Latifi. Lacikám, jövök. Hát ha mindenki kiáll előled, és nagyon úgy tűnik, akkor ez tiéd ez a verseny eddig. Ne kiabál, de mert már mondok remény. Hát nem tudom, Ádi, te végigmész azzal a 10 körös gumival, még 15-öt. Keményen, tuti. Én Ádám vagyok. Na, mit mondtam, bocsánat? Ádit mondta. Azért mondom, Ádit mondta. Hát azért mondom, én Ádám vagyok, nem is értem, hogy ezt miért tette, hogy én azzal a gumival nem bírom. Hát nem tudom, neki szerintem sok az a 15 kör még ennek. Az 25 kör, egy keményen. Az nagyon sok, nem? Hát egy végig megy, de nem lesz az igazi. Egy elcsettes a 20%-os a gumicsa. Ja. Na jó, de hatványozottan kopik az olyankor, nem? Persze, de... Hát meg egy padlós eldobás itt a utolsó kanyarban, aztán szavazzon. Jó, mondjuk a dobogó a tiétek. Nézem. Ötödik, semmi. Hát eddig Verstappen meg, nem is tudom ki volt előtt. Ja, Verstappen megelőzte őt. Aztán azóta be van lassulva nagyon. Ah, szerintem holnap én nem lehet csináltatni most a sárán. Ha nyerek, akkor el kell nem csináltatni, hogy azt most tudom. Valahogy nem tudom, hogy írtam át, hogy ne legyen copyright, vagy valami szerzői jog nélkül, de megcsináltam. Meg kell rendelni most akciós új is. Ugyan? A jó kis idét a... Álljon. Mint fette esett. Menj már! Ahogy megcsúszott. Ú, de ráközelítettél. Driver behind me. Kellettem elnem. Így 4% kevés. Ez már hogy melyik kíván mész. Ú, de hogy védi. És? Jó van, elvette. De hogy vette? Most már miért nem éri az utolsó körömet a játék amúgy? Ahelyett, hogy a legjobbat írná. Mert ott volt a zsírom, Gerti. Annyira koncentrálok már. Ja, hajrá, Korki, üzeni bajusz. Kösz. Ez innen már ízik. Nem közeledek ilyen rasszar, meg ilyenek. Közeledsz rájuk egyébként szerintem. De csak nem annyitam, annyit kéne. Nyugi, ők közelednek rám. Ne húzzál neki időjárást. Jó tempón vagy. Az Ádi van még 3 szektatóval, van még idő. Amúgy Verstappennek nagyon gyors a tempója, meg Russell. Igen. Albonhoz közelednek. Képest. Örök óta ugyanannyi vagyok tőle. Ezt szerintem majd most fog elkopni talán a gumi. Ha egyes helyen van, arra próbálok rájátszani. Nem hiszem, hogy kiállnak ebből, így dobogósa lesz.
Ne add fel, mert most 3/10-et hoztál az első szektorba. Persze már DRS-re jöttem. Megkiúzott a korki. Azt hittem telibe bassza a izalát. Csak a hangot hallottam, hogy mondom, miért olat? Nem akartam megszólalni, mondom, ne én legyek a hívás, hogy megijesztelek. Mondom, végignézem szépen. Úgy akkor már hangot, hogy nem mentem el a falig. Több nyomás kellett volna az első körökükben, amúgy hátsók jók, csak az elsők nem. És most mi volt a gond, hogy túlnyomtad? Mert eddig azt mondhatod, hogy nem, túlságosan kevés. Tehát, ja, hogy tapad, de nagyon gyorsan elkopik. Nem te, Laci, bocsánat, most rosszul fogalmaztam, korkinál, hogy most miért csúsztál meg? Ja. Szaríven kezdtem, és túl gyorsan akartam visszahúzni a jó időt. Laci, neked kell kiállnod amúgy alapvetően? Amúgy kéne. Mindjárt nézem. Amúgy nem, mert szoftan indultam, de nagyon kevés kört mentem azzal. Hát ha azon végigmegy, akkor az nagy bundás kenyér. Abban biztos nem előz meg, szóval. A 15-eket nem hiszem, hogy bukok. Hát hogyha buksz is, akkor még most gyerek ki, mert most még vissza tudod hozni. Másra játszok. Másik lyukra, mi? Én minden lyukra. Dika dajk. Nyomja az egy dajk, ahogy csak bírod, ami a csőben kifér. Még talán neki is akad valami kis pont. Kitértél utoládig? Lekörözött? Engem. Ja, bazd meg. Én inkább az egyenesbe mennék rádi. Hát szerinted nem arra gondolt rálok. Mert eddig ez tényleg most így, hogy már ez a felállás, ez a tiéd lehet. Gyere rá, Szali, ez utol, kapd el! Én azért sem is élek, erőszakoskorú. Ismerte engem, hogy... Amúgy olyan furcsán mozog az autótok, hogy az valami elképesztő. Hát érzem, nem kanyarodik, nincsen be. Nem úgy, hanem így rángatóznak a kocsik így össze-vissza. Nagyon az mindig. Jézusom. Hát nem tudom, hogy ez hány irányváltás volt, de már némi bolondban. Kezdtem egy íven, elmentem meg vissza ugyanarra az ívre. Hát ez már jó, az már két váltás volt. Hát nem, egyszer elmehetsz, meg visszamehetsz ugyanarra az ívre. Azt a mindenit, de csúnya lesz ez. At the moment, the car behind is lapping faster than us by around a second a lap. Hagyd meg a helyet, ha nem hagyod meg, én úgy ketté rúglakok. Szép eddig, meg van hagyva, szép eddig. Nem panaszkodhatsz. Kemény. Én mindig meghagyom. Ó, persze. Lófasz hagysz meg. Meg se szólalj. Ki? Én? Bár egy első kagyar. Te nem hagytál helyet. Én jöttem ja, volna, te volt, ez ártál rám, bazd meg. Torpedó. A Deutsche Submarine. Mindegy, koncentráljatok, hajrá, srácok. Hát nekem már amúgy a homlokomról már amúgy a víz jön le, szóval. Nekem nem, én meg vagyok. Mit izgulottul? Hát ha tudnád, hát ugye én hány versenyt nem fejeztem, de akkor már izgulnál te is. Én ezt nem értem, hogy nekem hol ment el. Első helyről kiállok, egy kiállással visszajövök a hatodikra, vagy mennyire. És nem tudtam közelni az aira. Hát túl sokat vártál azzal a kiállással. Nem, akkor álltam ki, amikor mondta. És egy kiállás. Tudod mi a baj, hogy benn volt a biztonsági autó megint vagy kétszer. És kiveszi a ritmust. Az nagyon sok elmegy olyankor a egyik keveréken. Szerintem. És tényleg is kezdj vele mondani, hogy szarul jöttél vissza. Kaptam is warningot.
Morelmi baj lesz, remélem kiütjétek egymást, de úgy rendesen. Megy. Tilk azért benne van, nem? Nyugtás szerintem meg. Nagyon, mert megérkezett közben Russell rájuk. 4 másodpercet eldobtak a csatázással. Én nem dobtam el semmit. Hát úgy értem, hogy a csatáztatók közben Russell 4 másodpercet hozott rajtatok ez egy kör alatt, vagy 2. Az lehet. Ah, hát nem egy kör volt, az hogy 3 kör. 2 biztos. 2 inkább. Ne. Nem fordul. Hát igen, nekem még fordul, addig jó. Ez zene füleimnek. Vigyázz a warningokkal. Nem volt warning. Nem? Hát olyankor nem van. Baszalok, bassz meg. Én már ilyenkor öcsönek fordultam volna. Na majd abban bika vagy. Hát én vártam, nem jött safety car. Hát most már nem fog, nagyon szét van estve a mezőny. De nem tudtam másra játszani. De azért amúgy ügyes volt a Laci, szóval jó érdekes. Jó csata volt, nagyon. Szerintem kemény, de tisztességes volt, nem volt ott gond szerintem. Nagyon jó nézeti kívülről. Én próbáltam helyet hagyni, mert érted, azért sikerül. Tudtam, hogy neked is fontos. Hát igen. De, pont annyit hagytatok, amennyi kellett. Nagyon jó volt szerintem. Jó, de nem fogom elengedni. Hát persze, nem is kell. Persze, nem arra van szó. Na de vajon most mi fog történni? Erre Korke! Hú, bassz meg! Láttad, amire ingol? Láttad? Na. Most elkezdett csúszkálni az ingol. Igen? Na pont ezért Lacit nézem, mert ő most frissen van, aztán közeledik. Az a baj, nem friss, 10%, de az sima. Hát az még... pont jó lesz. Azért is vártam vele, gondolkoztam, hogy medium vagy soft, de mondom, a medium nem rossz, de soft az mégiscsak soft. Őszintén én nem tudom egyébként, de szerintem a lány megint nem volt jó. Amúgy, igen, valamikor nem jó ez se. Azért gondolkoztam rajta, mondom, hogy ha túlmelegszik az első gumi, megint meg elkezd ilyen baszódni. De azért vártam, mondom, ennyi körrel már csak nem halnak meg ezek a gumik. Jó, de erre sem is lesz fasza. Húzd belőre, akkor tiéd. Úgy, de gyönyörű. Tartsd is. Jó, gyönyörű. Szép volt kort. Akkor azt hittem alá fordul, bazd meg. Majdnem. Hello, sziasztok, én vagyok az. Nem mondod. A Mikulás. Hát gondoltam, belépek, mert eszembe jutott az előző rajtom. Hova mentél? Mikulá? Ó, de rövidet fék az a lába. Okosan, Laci. Ne baszd el. Maradj mögötte, DRS-en megfogod a féktávon. Menj mögé a szélárnyék miatt. Jobbra, úgy kifékezed. Gyönyörű. Vigyázz, szűken rakaszi. Azaz, most már téd az ív, gyerünk. De bármit csinálnak, úgyis a Korki nyeri meg. Korki 5. És attól még megnyerheti. Igen, nincsen ára se. Meddig tart kiesni előle? De nagyon durva az agyenesbeli sebességeket, milyen alacsony szárnyakkal megy. Tényleg kegyetlen, elresnék, hogy több mint 300. A nyárba kell megoldanom. Ott is nagyon jó. Nem lesz kikerülés. Hát ezt nem fogod ingyen kapni, ezt az 5. helyet. Nem. És még el is kell menned veledettem. Bizony. Kacsint. Én elmegyek akárhol. Közben nézzük Ádira. Ő sétakocsikázik gyönyörűen. Gyerünk Ádi, innen be kell hozni. Na nézzük. És Dajk azért ott van 12-en, azért csak jön. Ágetszik. Hú, de jó ez a reptéri nézet. A reptéri? Reptér! Helikopter nézet, na. Ne, létszi, eleget hallgatom, már szalagavatos próbálkom. Lecsúszott a öreg! Lecsúszott! De ez meg megcsúszik, pazd meg! Nem csúszott le! De izé, meg mozdult a feneke.
De hogy az csak scriptes bug volt. De a faszt, rendesen lobogott a szélzsák. Aaaaaa! Oh! Korkinak meg annyira nincs erre, hogy villognak erre a lámpák. Fú, de kegyetlen vagy. Azt a mindenit, basz meg. Hát, de jó. Hárman védekezni is kell. A magyar vástya. A védelmi miniszter. Hát kéne az egyenesbeli tempó, de nem lesz meg. Hát figyelj, szerintem az akkora gumikülönbséget van, ezt meg kéne tudjad oldani féktávon legalább. De úgyis visszajön. Hát akkor csináld okosan, most láttad, hogy csinálja. Ha megelőz, húzd ki a netkábelt. Valami csúszik az is. Túl melegszik, az a baj az első megint. Hát ne pörgesd nagyon a motort. Az elsőt? Hát az első motort. Nem baj, hátsóval is problémák vannak. Hát jó, ha nincsenek, azok fúj jó. De hogy nem. Ne! Az ne. Meg Jimmy. Mintha ő vezetne, nem? Oh! Jetszi nekem jött! Telibe baszott albón. Remélem megy boxba, hogy ezért ne előszöm meg. Oh. Mi a faszom volt ez? Nekem is ezt csinálta. Megtördült a semmi. Nem lehet sokáig követni a másikat, mert akkor egyszerűen így megy a tapadás. Túl melegedett a gumi. Én szerintem ugyanezért csúsztam meg Rossi mögött is a belga futamon. A semmitől egyszer csak. Mi van gumi különbség? Hát én a belga futó volt, azok még mindig nem hiszem el, Geci, mellé megy a Leclerc. Ott hagyja a helyet, azt nekijem a falat. Körönként két szeket kéne hoznom. Az is jobban jössz. Hárma. Hát egy kajakra meghagyta a helyet, azt hittem végre értem, hogy normális a hét mellére. Túl rám rántottam, azok felkerültem a falra. Gyerünk Max, meg lesz a második. Nagyon lassú vagyok egyenesben. Nem az tudom azt a beállítást használni. Az a csúnya, hogy egyébként AD is veszít a tempóból, most egy picit növekszik, de azért Russell jön. Egy szektor alatt egy másodpercet vert most AD a Russellre. Egy másodpercről a kettő másodpercre nőtt a sikámba, akkor átvert rá. Igen? Szerintem meg pont, hogy nem. Én nem láttam ott egy másodpercet. Az előbb egy egész egy. Hogy miért ti a izé? Mert ott, ahol tudom, hogy veszélyes, hogy megúszkodom tőle, ott nem annyira jó, de ahol már szabad, ott nyom. De akkor ez szinte a kocsi miért? Ja. Szóval le hülye vagyok. De igazából ezen volt a hangsúly, csak igen, nem merik kimondani. Éreztem én. Majd te is kapsz egy némítást, bazd meg. Én vagyok. Kívül tágosabb a szerverem. Gyerünk, Korki. Minden gumis 105 fokos. Nem működnek ezek a lágyak egyszerűen. De médiumon is ez volt. Sőt, Franciaországban sem működött. Nem volt jó, ugye az a kulcs volt. Nem működött még nekem is, amikor ugye Korkival ugye megkördültünk, utána kiálltam egy médiumra, utána... Megkördültél meg, én csak táncoltam egyet. Utána... Szimlen szarok meg. Utána meg ugye nem a lágyat, azt sem. Megkördültem meg, a Korki csak elfelejtett fékezni. Korki az csak melegítette a gumikat. Ja. 320! Hogy nem lassul ez a Bottas fiú, meg a Verstappen is, geci. Nagyon nagy időt mennek egyébként. Hány körösök a gumiai? Na mindjárt jövök, meghallgatom a Vivaldi 4 évszakot Korki tiszteletére. Okay. De ez egy hosszú folyamat lesz. Figyelj, az első három helyen 24 körös keményeken vannak, aztán Bottas 18, te 16, mögötte 17-18. Gyerünk! Jobb lett volna a médium amúgy. Amúgy médium lágy meg lett volna. Nem, szerintem nem. Nem. Lágy nem bírt volna annyit. Vagy legalábbis... Ilyen, ha ilyen 60%, 65%-ig elvitted mind a kettőt, akkor kibírja. Amúgy hát igazából nekem volt vagy 4 kiállásom, szóval nekem meg lett volna médiummal az egész. Talán. De mindenhol lecsúszok. Meg fog enni még látni Cunoda is, ha így megyek. Hát, ne menj akkor úgy. Ja. Jimmy, puszraj!
De azért nevetséges, hogy egy friss lágy három kör után így elpörög, fölmelegszik. Szerintem ez nem reális. A médium is ezt csinálta, épp azt mondom, hogy ez a hülyeség. Ennyire azért nem lehet elbaszni a setupot. Faszomét töltenek fel ilyen szarokat. Orki, mi rossz nem, ez abból, hogy lealt a blokk és visszateleportál neked, Bottas? Remélem, beleteleportál a Korkiba. Én is remélem, hogy kivitott. Ádi meg átresik ötödik helyre, hallod? Többet nélkül. Na nyomjad, már nyomjad, nyomjad, Jimmy. Cseréljed a gyorsan helyet? Nem eljött. Utolsó kanyarok. Nem csalunk. Ja, utolsó kör, ó, pazd meg. Igen. Bizony. Lopál Bottas mellé, remélem. Dobbe. Nem baj, hogy még vagy egy három szakra. Dobbe. Három és fél. Dobbe. Hát, ha eldobja, nem? Ádi, üzd már ki, várd már meg. Ne legyél lassan, már így. Nyugiba, csak gurulj, az az álló, szép volt. Ja. És ott is van. El is veszük ezt a 25 pontot, mert azt mondtad, nem akarsz jönni, ezt könyörögni kellett. Ja, amúgy szerintem nem is tudjuk meg neki. Szép volt, Ádi, gratulálok. Az utána, a spa után. Ja. Zsíró, szép volt, gratulálok. Miért volna az Ádi, simán végig megyek. Történt végre most már az évbe is. És ott is van, ötödik hely. Azt hittem falhoz vágod és kiestem. Én engem lekörösszettem magamat, ez borzalom volt. Szép volt, gratula. Na és Laci. Én megetszik. A Cunoda a keményeken utalér az utolsó körre. Köszönöm szépen. Hoppá! Daj, behúzta a legjorsabb kört a végén, szépen, szép volt. A mérnökömnek. Nem a végén, már a családomnak. Ja. Én még mindig nem értem, hogy ez hogy ment el. Köszönöm, 300-on volt a gyorsan. Neked rossz. Milyen szárnyakon mentél, bazd meg, Korki? Nem mondom meg. Egyszer nekem 42-es hátsó szárnyam volt. Ott van Steamer, a setup, meg lehet nézni. Nekem is 42-50 volt, vagy valami ilyesmi, de lassú voltam. Én 58-48, és jó volt nekem. 50-ig van, nem Csimi? Micsoda? Nekem ilyen 20 volt az első. Akkor srácok, akkor holnap akkor... 28 volt az első, 42 a hátsó. Akkor mondjuk, ugye? Jó. Mehet a most? Akarjátok, vagy mi? Én eskü vagyok. Én is. Kilépett le. Én ma annyira nem. Hajsz. Inkább ötkörözés. Rendes futamna. Ja, reggel tényleg kell, nem kell. Egy futam, nem futam. Egy óra, tehát hogy... Már nem bírom már. Dehogy nem. Na, hát gratula még egyszer, tényleg szép győzelem. Hát én azt mondom, nézzük vissza azt a csatát. Dehogy nézzük vissza, mehet a következő. Azzal tettünk egyet. Fussaljál, már úgyis kiesett, Jimmy. Azért, mert az arca, hogy nyomjuk. Jött perc alatt meg. Viszont ez a stream ennyi, köszönjük a figyelmet, szevasztok. Hello. Hello. Már késő ilyenkor. Sziasztok. Na most megnézem már, milyen szárnyakkal mentem, ha hát sírjatok. Ádi, ready. Menjünk már vagy 2-3-5 kört. Ádi. Jetszi, tudom miért kaptam ki. Zokniba nyomtam. Én meg Ferrari pólóba, azért voltam gyorsabb. Mi? Ferrari? Jó, akkor hozom a Red Bull-os sapkát, Korki. A pinba. Várjál. Magam elé veszem a dedikált... Szia, Ádi, gratulom még egyszer. ...kártyáimat.